Igen. Ez a Renfield, az a Renfield alapján készült, legalábbis ilyen promóciós fejlesztésként. A kokain medve is kapott egy játékot, amúgy nem tudom, hogy ezt tudtátok-e. Szóval, hogy a Renfield film is kapott egy játékot, nem kell nagy dologra gondolni, ezt a Megacat Studios fejlesztette. Nagyon tetszik amúgy a képi világ amúgy ennek a játéknak, és a Skybound Games adta ki, akikhez egyébként a Telltale játékok jogai kerültek. Szóval, hogy őket onnan ismeretitek. Ez a játék sem kerül többe, mint az előző, amit néztünk. Az 4 eurós volt, ez pedig 5. Ez egy ilyen szoba alapú, ilyen szoba takarítós játék. Hasonlíthat a Vampire Survival-okra. De nekem nagyon tetszik az art style, ahogy így, amilyen a játék dizájnja, ez nekem nagyon, nagyon bejött. Azt mondja, hogy belenézzünk gyorsan az options-be. Jó, hát ez nekem így tetszik. Muxi Gateway. És ahogy látom, most nem lehet karaktert választani, tehát alapból Renfield-el kezdünk. A Dracula szolgájával, akinek az a feladata, hogy vért gyűjtsön. Ha, és van 3 pálya. Kezdünk ezen a Saint Louis, Saint Louis Cemetery-n. Nagyon tetszik ez a art style. A támadás az automatikus. Az irányát nekem kell meghatározni. És mint mondtam, srácok, ez ilyen szobatakarítós, tehát hogy véges számú elem jön. Na, azt mondja, hogy increases projectile radius. Upgrade-et lehet kérni, projectile radius. Fires bubbles in 4 direction. Legyen a rádiusz először. Ezek ilyen kis piócák lennének, szerintetek? Bug. Akkor nem pióca. Slash in one direction. CD csökkentő. Hát egyértelműen I deserve happiness. CD csökkentés. A CD csökkentés az mindig jó. Area cleared, és akkor lehet balra, fölfele me... Mi ez a pisztolyos manus? Na, megjött a nehezítés, srácok, most már lövöldöznek az ellenfeleink. Az gond. Na, a pénzzel még nem tudom, mit kezdünk. Aha, ott van HP-s. Tetszetős? Nekem az art style-ja adja nagyon. Special attack! Azt ez hogy? Ez hogy triggerelődött ez a special attack? Increase power. Orbits around you. Az jöhet.
az jöhet. Az Orbit az mindig jó. Az a lila csík töltődött fel vajon? Lehet, hogy amúgy az a lila csík volt. Na. A bogarak hozzák a megölt enemikből az XP-t. Area cleared. Aha, és akkor nem lehet visszafele menni. Ez gond. Jó, itt át kell mennünk. Úgy már vannak ilyen G-fegyveresek, mi a fenem? Szerencsére nem tanultak meg fölfele lőni, úgyhogy jók vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy van-e benne valami roguelite-os détát, hogy meg tudom-e könnyíteni a következő rányaimat. Valahogy. Azt a mekkora bogár jön ott. Azt nézzétek. Hát abban lesz XP rendesen. Oké. Okay. Valami kiesett, ami elvileg nekünk nagyon jó. Az meg a csillog. Nem tudom, az ott csak csillogott. Basszus, túl sok sebzést kaptunk be. Nem tudjuk egyből ölni már ezeket a G-fegyvereseket, ez nem tetszik. Öt artifakt egyetlen egy rán alatt. A patkányok felrobbannak. Tehát tudunk robbanós patkányokat kérni. Projectile rádiuszt tudunk növelni. Bónusz coin. Nézzük meg ezt a patkányt. Aha. Mi ez a szöcske ott? Vagy sáska? Ez a robbanós patkány, ez jónak tűnik, bár nem éppen robbanónak tűnik, hanem ilyen lerakom és akkor ilyen területi. A coin lehet az, amivel a következő rányaimat tudom majd erősíteni, szerintetek? Aha. Kapja a boss. Artifaktokat is kapunk, de azok vajon mire lesznek jók? Színesebb bogarak eltűnnek egy idő után, aha. Na. Purple Beta közeli enemikre támad. Pozitív gondolatok túl zár körülöttem. Ezt tetszik. Tetszenek a pozitív gondolatok. Menjünk jobbra. Az igen. Jesus. Hát most már itt nem látom, hogy melyik fényes dolog az enyém, és melyik az enemi. Úgyhogy lehet, hogy most már halni fogunk. Azt tetszik amúgy, hogy le lehet futni az ellenfelek lövését. Az gond még egy
még egy lövés bírunk el. Mi ez a boxoló csajot? A csávó, nem tudom. Ez egy pompom lány. Hoppácska. Extraktálás. Hoppácska. Hoppácska. Mi a fene? Fel tudjuk tölteni a HP-nkat. Vagy meg is lehetne menteni. Elszívtam. Ez egy Netflixes játék? Nem. Hát HP töltésre megyünk, srácok, mert borzalmasan állunk. Úgyhogy gonoszak leszünk. Felkiáltva játékok parancsot, hogyha beírod a nadrena, akkor meg tudod nézni, hogy mikor, mivel, mennyit játszottam. Nagyon beszorolunk ide. Itt nem is lehet elmenni. Édes Istenem, halál! Ja, hogy már most feltöltődött a HP-m, oké. Okay. Ez rögtön más megvilágításba helyezi a dolgokat. Azt tudtam, hogy nem streameltem. Az Undermine-t azt streameltem, tudtam már. Azt mondja, hogy pulzál körülöttünk, csökkenti projectile speed növelés. Plusz duration. Aha, tehát a HP töltő bokár az eltűnik egy idő után. De lehet, hogy nem játszott az Enderman. Nem rémlik most így a név alapján, sorry. Hogyha nincs a listán, akkor nem streameltem, ez igaz. Szia, Konix. Dédoszoltak téged, vagy mi a tököm? Rákatintottam a streamedre, és az egész Switch összeomlott, háromszor kellett újraindítani a Twitch-et, meg az egész Chrome-ot. Nem tudom. De ha engem dédoszolnak, akkor neked az... attól neked a Twitch még ugyanúgy működőképes kellene, hogy legyen. Ja, ott a boss. Giga Lupus, úgy hívják a bosst. Nem nagyon sebeztük még eddig meg, sajnos. Fájnak a dolgok! Tudja fene mi sebez? Valami sebez. Valami AOE-ba belementünk. Undermine 2020. január 6-án 2,2 óra stream volt. Köszi szépen, Konix, hogy kinyomoztad itt a dolgokat. Ismerősnek tűnt az a game, így név alapján, úgyhogy ja. Engedelmetekkel beraknék Steam kódot. Na, köszi szépen, Pityka, felajánlást. Azt mondja, hogy Dark Aurát állokkoltunk, és a shopba tudjuk elkölteni a pénzünket. Tudunk armort, attack speedet, critet, HP-t, powert és rádiuszt.
Kérünk attack speedet. Kérünk powert. Jó. És kérünk kritet. Köszi szépen, Pityke, a felajánlásodat. Hát eddig jók vagyunk. A Renfield az maradt, nem lehet még karaktert választani. Köszi szépen a felajánlást. Még egyszer megyünk ezen a pályán, srácok. Első rendre én úgy gondolom, hogy jók voltunk. Így egyren alapján mit gondoltak? Jóféle? Milyen kód volt? Hát ott írja fölötte, Pityke. Nem írja fölötte, de én úgy látom, hogy írta fölötte. Increase crit hit chance. Jó, crit hit chance. Neked tetszik eddig. Neked nagyon tetszik az art style-ja. Köszi szépen a felajánlást és jó szórakozást annak, aki vitte a kódot. Az ott micsoda? Ez big money? Jó. Ez a körülöttem köröző cucc, ez az aura, ami körbevesz, ez mi lehet? Damage all on screen enemies. Menjünk balra. Van még egy kódod? Hát köszi szépen a felajánlás ismételten. Hoppácska. Ez most már nem lesz no hitre. Oh, micsoda? Én nem csináltam semmit. Mi volt ez a... Ja, hogy ez volt az, ami mindent megöl a képernyőn. És ott mi az, ami jó felül számol vajon? Vagy hány enemy van hátra? Aha. És mit triggerelhette ezt a... Mindenkit megölök a képernyőn. Wow. Szia, behatolok. Aha, plusz 10 damot lehet kérni. HP-t lehet növelni. Jó, kérünk damot. Pénz után kapom ezt a pörgő pénzt, aha. Wow, Pityke, nagyon szépen köszönöm az újabb kódot. Jó szórakozás mindenkinek, aki sikerrel jár. Wow! Jó, ez majd a bossnál nagyon jó lesz ez a képesség. Na basszus. Uh-huh. 100 enemy-nél járunk. Ujj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 
hogy a környezet is rombolható. Nagyon pufogtatnak itt. Basszus! Csomó indokolatlan sebzés. A HP-től több bogár is elment. Shadow Claw, 3 damage. Ez lenne az, ha? Ez az.
Most már legalább tudjuk, hogy hogy hívják az alapképességünket. Jaj, beszorulunk. Ó, de jó. Nem menj el, piros bogár, jó? Nagyon király amúgy ez a muzsika. Jó, szépen átszökünk. Bounty of One, azt lehet multiba csapatni, és Vampire Survival-szerű gumifa. Crit chance 25%. Aha, Bouncing Projectile, Self-Help Book. Na nézzük meg, mi ez a Self-Help Book. Oh, aha. Jézusom. Itt ki lehet jönni? Ki? Engedj oda! El is tűnt a bogár? De jó. Jó, most meg beszoroltunk. Jó. Jaj, ez egy HP. Kevés a HP-nk nagyon. Na gyere! Ja, nem ezt akartam elnyomni. Megeszünk el a HP-t, ne haragudj. Kicsi hiány, ne haragudj. Semmi személyes. Mit csinálsz te? Ó, oh, movement speedet ad! A zöld bogár movement speedet ad. Plusz 10, boomerang. Blood bubble. Gyere, blood bubble! Négy irányba lövünk. Aha. Ez király, királynak tűnik. Ez meg még királyabbnak tűnik. Jó, beakadt az enemy. Simaliba. Bosszos, fájtos. Nem nagyon fáj neki. Lehet, hogy meghalunk. Igen. Igen, ez a boss fight, ez kemény. Amúgy igen, ott volt valami idő is. Limb Spears Severed Head. Amúgy semmi gond, srácok, tehát, hogy ezek a játékok általában így vannak megírva, hogy jó párszor meghaljunk az elején. Damage csökkentés az enemy-től jöhet.
nagyobb range, movement speed, max health, damage növelés, meg még egy damage növelés. Az, hogy időre megy, ki lehet valahol kapcsolni? Szerintem nem. Na most már ugye 8-at sebzünk alapból. Au. Na, akkor már is mondjuk Red Swarm. Azt ez merre fog menni vajon? Aha. Amerre nézek ezek szerint? Ez nagyon jó lesz. Majd. A sok eneminél. Aha, és látom, fölvettem ezt a zöld bogarat, és ott valamit jelez, ilyen kis buffként, de nem tudjuk, hogy még mit csinál ez a zöld bogár. Meg hogy mire jók ezek az artifaktok, amiket így fölveszek. Azt se tudom még. Na most menjünk másik irányba. Bonus coin, projector, radius. Sneaker doodle. De mi is növelő az zöld. Ó, köszi szépen. Mi lesz ez a sneaker? Ó, és akkor ez így... Pár projektál kirepül a testünkből, ez a sneaker doodle. Érdekes. Oké, alul már jön a boss. Na. De ez a patkányos jó. CD csökkentés ment rá, effekt rádiusz a sneaker doodle-re. Most másik irányba mentünk direkt, hát ha van bármiféle jelentősége is. Au. Au. Hát ez így lehet, hogy itt rip lesz, srácok. Piros patkány most segíthetne rajtam, de nincsen, ugye? Kevéske pénz. Ebből pont tudunk venni. Azt mondja, hogy rádiuszt. Meg veszünk még egy rádiuszt. Nézzük meg a másik pályát. Nem tudunk másik pályára menni. Ameddig ezzel nem végzünk, addig nincs másik pálya. Ez a Fleur Delis, ez jó volt. A kékek azok az XP bogarak. Aha, bogarak, igen.
Nem baj, hogy most ott megy el a HP-s bogár. Bár még mindig nem tűnt el, úgyhogy felveszem. Igaz, nem adott semmit. Sneaker Duda. Ez a játék most a film hatására készült, vagy már régóta tervezték? Ez egy ilyen promóciós game, tehát hogy ez a film miatt készült el. Egyik hirdeti a másik meg az egyiket. Na basszus, pont most vettem fel a HP-t. Let's go! Boom, boom, boom! Boom! Még egy boom! A knockback enemy, hogyha damage-elnek. Hát a plusz dam, inkább én a plusz damot kérem. Talált egy ősi indiai madrát, amivel már évezetek óta használnak, így szól. Nem veszem meg ezt a játékot, nem veszem meg ezt a játékot. Á, ez nem működik. Sajnos az nem működik. Én úgy hallottam. Gyertek majd, de hát ne akadjatok már ott be. Léci, tesz. Na, menjünk lefelem. Nyilas bogár. Fantasztikus ez a képesség. Jaj, jól meg is damoltam magam, annyira fantasztikus volt. Lehetne, hogy rátok nem csak 8-at sebzek. Au. Híles bogár, híles bogár. Hopp. Köszi. Nézzek. Tessék. Még azt is felveszünk. De ez nem csinál semmit már. Sajnos. Nem jó ez a játék, megvettem és aznap végig kellett tolnom. Komolyan. Na, damage és CD csökkentés a karmom. Az kell, ez nagyon jó. Ez a képernyő tisztogató nagy csalás, szerintem is. Nagyon jó vagy, képernyő tisztogató. Most valami nagyon történik, srácok. Most a jó, ne hagyd abba, ugye? Increases power, crit chance, effect radius. This is your day! Let's go, megyünk tovább.
Most már ilyen lila támadásunk van. Menő néz ki. Szó se róla. Kemény. Ez az ability is nagyon jó, ami így izé wipe-olja a képernyőt. Na. Mármint, hogy így a, ez a, amit így el tudok nyomni pluszban. Ezt ide kellett volna írnom, vagy privátba? Hát azt kell beleírni, azt kell beleírni. A Discord ID-dat kell beleírni, tehát jól csináltam. Na most változtatunk, srácok, mert most megmentjük. Mert most van a HP-nk bőven. Azt írták, hogy ez hosszú távon kifizetődő. Szóval nagyon jól csináltad a Nadrena. Abba a mezőbe Discord ID-t kell írni. Tényleg nagyon nagy ide beszorulunk. Jó, így most már biztos nem szorulunk be. Sneaker Duda. Jó, és most még kapcsolt pluszba az az ability. Nagyon jó. Nice. Igen, konkrétan eltűnt a de... Az a gond, hogy... Állítanom kell majd a kontrollerem, mert így felhúzom, elengedem az analógot, és így... lefele néz, pedig ugye föntről engedtem el az analógot. Szia, Laca! Szevasz, szevasz! Nem tudom, most kaptunk valami jutalmat, megmentettük a kis csajt. Én nem láttam a jutalmat. Ez nagyon jó. Very big. Mehet! Jó. Valami nagyon számol vissza. Igen. Ez gond, most fájnak a dolgok. Ez a büntetésem, mert nem szívtam ki a vért. Vagy mert túl sokat voltam a pályán. Ja. Giga lupus. Nem tudom, én nem látom értelmét, hogy most miért volt jó megmenteni a csajt. Jó. Ezt most így ennyire nem értettem. Tehát, hogy ezt most nem vágom. Miért fogyott el az idő?
Nem baj, a power-t azt maxra felhúztuk. Egy Survivor game, nice, a Vampire óta megszerettem őket, és a Vampire Survivor-t is itt láttam, ez a... Na! Örülök, hogyha tetszik amúgy. A power-t felhúztuk maxra, az attack speed-en erősítünk még, és kérünk még armort. Na nézzük! Nem vágom. Nem tudom, hogy miért kezdem el veszíteni a vért, ezt nem vágom. Ha ti vágjátok, nyugodtan leíratjátok, srácok. Stat upgrade-en kívül van más upgrade is? Hát ott a shopban csak ennyi volt. Én nem láttam mást. Én is azt látom, amit ti. Jó. Területi sebzéseket kivesszük. A kövének lejjebb görgethetek a shopba, hogyha szeretnétek. De ott szerintem ennyi van. Arra is még rá kellene jönnünk, hogy mi értelme van ezeknek az artifaktoknak. Tehát, hogy miért jó, hogy most például felvettem egyet. Miért jár érte achievement? Lehet más fele is menni a shopba? Na, köszi szépen, akkor ezeket megnézzük majd. CD csökkentés. Most a patkányokat kivettük. Mármint, hogy egy sor, mert amerre nézek, arra mennek a patkányok. Au. Au. Hát itt egy kicsit beszorítottam magam. Jó. Jól jöttünk ki. Az én voltam, ezt én aktiváltam most. Au. Ez most nem én voltam. Bouncing projectile. Ja, van ilyen pentagram-szerű képességünk, igen. Elég király ez az attack speed. Az nem, viszont nem jó. Hát ez most ide beszorulunk? Az micsoda? Ó, van ilyen aranybogár, srácok! És az aranybogár csinálta ezt a kört. Orbitális denevér. Kár, hogy itt most az elején kapcsolt ez a szoba tisztogató képesség, mert ez így most pocséba ment. A maszkosaknak azért kell sebzés. Ez az orbitál, ez amúgy mindig jó. Tudjátok, hogy a Bibliát is mennyire szerettem a Vampire Survivors-ba, az is amúgy nagyon jó volt.
Az ott micsoda? Az ott egy kék izé volt, az mit csinálhatott vajon? A kék bogár. Au. Vannak itt is ilyen fegyverkombinációk? Nincsenek szerintem. Purple Bat, Fat Rat. Most van egy csomó AOE-nk. Jó, elő. Kösz a hírt. Most nem tudom amúgy így mit csináljunk a csajjal. Na. Akkor te leszel az, akit megeszünk. Mert hogy elvileg akkor az a jó nekem. Egy percünk van. Timer lejár, hogyha nem vagyunk szobába. Bugs walk toward you. Hát eddig nem felém. Ja, hogy azok a másik bogarak, aha. Ja, a segítő bogarak, a buffos bogarak felég mászkálnak, az jó. Na, egy percünk van. Jó. Ott van Gigalupus. Hol vagy, Gigalupus? Azt hittem jó lesz, hogy itt körbejárok. Increase max HP. Hát ez most egy elég jó rán, de hát elfogy a HP-nk. Ja, most már jobban, tehát hogy több időnk maradt. Na, várjatok, azt mondjátok, hogy... Aha. Egyszer fel tudunk támadni. Ó, és fegyverek, Dark Aura. Devil Breath. Na. Vettünk kettő fegyvert is. Talán nincsen. Stat upgrade coffin. Jó. Attack speedet veszünk még. Meg critet.
Na most már jobban fogunk tudni haladni így, hogy van egy újraéledésünk. Kíváncsi vagyok, hogy a fegyver az így mire jó. Azokat most már megkaphatjuk vajon? Aha, Dark Aura. Aha. Még nem láttuk sebezni. Csak hogy így van Dark Aura. Most ez sebzésnek számít? Nagyon gyengúsznak tűnik. Temporary invisibility. Okay. Na. Nem tudom, ugye a karom az így jobbnak tűnik. Meg így ez az izéterem clear elő, ez meg így aztán pláne. Increases. Jó. Menjünk tovább. Ez a power increase, ez egyelőre nem érződik, de biztos történt, de nem érzem. Izgultam, hogy nem fogunk tudni itt kijönni. Na basszus. Meg most meg... Jó. Tudunk egyet kerülni. Ja, kéne nyomni amúgy ezt is. Vagy így öljük őket. Nagyon király ez a muzsika. Tökve erre darálni az enemit. Hát ezt jól lefejeltem az enemit. Max HP növelés, crit hit chance növelés. A crit hit chance az mehet.
Gyakorlatilag speedrun-t kell nyomnunk. Nagyon jó. Az nem jó. Túl sok indokolatlan sebzés. Mondjuk a sebzés sosem indokolt. Na jó, vannak szituációk, amikor biztos. Nagyon jó. Kék bogár nem tudjuk mit csinál. Ti tudjátok, srácok? Na gyere! Viszünk jobbra. Na 1.50. Hogy arrébb löktem az enemit. Let's go oda a healhez, a healhez, a healhez. Jó. Végre elhullott. Jó. De nem tudom, milyen bónusz kaptunk azért, hogy megmentettük, értitek. Itt most már nem a bossnak kéne amúgy lenni? Vagy ez a bónusz, hogy nem a boss jön? Amúgy. Mert akkor az nagy bónusz. Igen, ez jó, hogy hozzám sétálnak a bogarak. Hát... Smokás. Na! És akkor most már boss jön. Hú, nagyon nyomja. Nincs megállás. Hát most meghalunk, tehát hogy így... Valami történt. Most gyors lettem. Vagy mi miatt? Ez már a feltámadás miatt volt, vagy? Akkor ez elvileg a feltámadás miatt volt. Jó. Tudunk HP-t növelni. Nem baj, azért az attack speed-et megvesszük. Veszünk HP-t, 2-t.
Stádiuszt. Jaj, a Ballet Hell a game. Már egyre több statot veszünk. Kaptam új fegyvert? Ja, azt lehet, meg kellett volna bennünk. Ezek szerint nem kell sietni, mert úgyis az utolsó előtti szobában 1.50 lesz. Csak akkor nem értem, tehát hogy nem értem, miért jó megmenteni a csajszit. Tóhú szériát is menem, nem. Ja, csak a végétől kell sietni, ahogy látom. Elmondhatom a véleményem? Nem kell megkérdezni, nyugodtan mondja, de... Na! Nem sebeztek meg, és úgy öltünk meg 10 enemit. Hoppá! Haladások. Szóval nyugodtan. Nyugodtan. Ha valami olyasmi van, amit nem szabad a szabályzat szerint, az le van írva, szóval, hogy nyugodtan. De aranyos vagy, hogy megkérdeztem. Nearby enemy. Jó, legyen a Dark Aura. Alapvetően vért kell vinni, logikus, hogyha megkíméled, akkor van egy extra büntető köröd, rendfél vagy, te vagy a sárkány a fiának szolgálja, meg kéne ölnöd. Ez a véleményed? Jó, hát tőlem megkíméletjük, csak így nem látom értelmét. Amúgy... Basszus. Ajajajaj. Ó, jó, ott a HP-t öltöm bogára, az kellett nekünk. Megkíméled, az a nehezebb út, aha. Nem tudom most mi van a játékkal, hogy ennyiszer robbanunk. Az attack speed miatt lennem. Írja, hogy van reward, később a kíméled, aha. Hát akkor nem akarok egyelőre rewardot, mert hogy nem bírom. Jelenleg nem bírjuk. Oh.
Dark Aura, CD csökkentés. Hát inkább a Shadow Clone. Na itt a Chaisi. Asztalat, ezek a nagyok, ezek mennyit sebeznek rám. Jó. Na végre. Na ugye azt mondtátok, az a könnyebb, ha megyünk lefele. Dark Aura CD csökkentés. Na jó. Na, egy perc. Bakker. Na most bedurrant. Mik a tapasztalatok így 4 óra játék után? Ó, ezzel még csak egy órája játszunk, vagy másfél. Jaj. Fork! És állokoltunk egy újabb helyet. Meg új fegyvereket. Ó! A koffin, azt minden egyes rára meg kell venni. High damage, high crit rate.
Stupify. Nem tudjuk ez mit csinál. Talent, de megvettük. Azt mondja, hogy max level az armornak. Igen, crit. Aha. Jó, veszünk egy rádiuszt, meg veszünk critet. És akkor az armort is megvesszük. Na. Tehát nincsen új karakter, viszont már tudom menni a következő pályára. Amúgy... klassz kis game. Új zene van új, az új pályán, de jó. Na, ott a farkunk. Aha, ez így előre szúr. 63-at sebez? Jó, ezzel lehet bosztolni. Bouncing projectile. Bónusz coin. Az a fejlesztés, ami jött a végén az előző körnél, az nagyon-nagyon sokat segített. Felhílel a kis bogár. De jó, akkor ez nem csak HP-t tölt, hanem még hílel is rajtam. Ilyen hotot tesz rám, de király. Hogyha max HP-n vagyok, persze. Slow down enemies. Jó, hát megnézzük, mi ez a Stupify. Miben nyilvánul meg ez a slowdown enemies? Hogy robbantattak a patkányok. Nem vágom még egyelőre, srácok. Ez a Stupify, ez mikor és hogyan kapcsol. Plusz damage a forkra. Eddig jó ez a kör, srácok. Na, menjünk tovább. Nagyon kevés a sebzésünk. Került átjönni. Mindjárt betölt a képesség. Jó,
Ja, most már csak a boss van. Killing spray. Több kriter és shadow clone. Na, itt is van valaki, akit meg kell menteni. Most nincsen ilyen képernyőtisztogató képességünk, ami néha-néha bekapcsol. Úgyhogy azzal majd számolnom kell. Itt ilyen nagyon erős méli ellenfelek vannak. Nagyon tanki, pontosabban. Persze lehet, hogy erősek is. Hogy menekül itt a csávó. Ez nem sok. Szegény Elit. Nagyon küzdünk vele. Na. Megesszük. Na most 3 percünk van. Felvettem a HP-töltőt, rögtön megsérültünk. Az nagyon tetszik amúgy, hogy így le lehet futni a golyókat. Effect Radius. Lehet, hogy amúgy ez a Stupefy, ez ilyen passzívba megy. Ó, basszus, pont lemaradtuk, hogy a patkányok átmenjenek rajta. Na, ő mit tud vajon? Apa Joe. Apajo egyelőre gyengébbnek tűnik, mint az előző pályán levő boss. Apajo nagyon szalad most. Projectile rádiusz növelés.
Ez gond lassan dobni fog. Jó, az ott heal. Az is ott heal. Ezzel a törrel megdobott és lelassultunk. Heal. Szevasz, Joci! Azt hittem már elfogyott a csetem, olyan csöndben voltatok. Jaj... Kritet lehetne még tolni. Jó, és akkor HP-t lehetne venni, meg movement speed-et. Ennyi. Meg coffin-t lehetett volna venni. Na, hát ez a boss, ez gagyi. Ez a boss, ez gagyi. Meg ahogy észrevettem, igazából mindig a fő fegyvert kell fejleszteni, azt hogyha... Tehát hogyha jön egy upgrade, mindig a fő fegyver. A többi opció nem elfogadható. Belebom mutatok a game-be? Amúgy nem volt rossz ez a fork, csak szívás, hogy a második upgrade-je az, hogy ad neki 5 damot. Mert az olyan... meh. Ahogy látom, amúgy kétfajta piros bogár van, van egy, ami ilyen hotot rak fel, és van egy, ami heal-el. Instant heal-el. Na, most akkor menjünk balra. Red Bat. Menjen a patkány. A damage aurán van, csak így nagyon ritkán triggerelődik és nagyon keveset sebez. Már ha most kivettem, lehet, hogy nem is vettem ki, mi? Most nem is látom, hogy lenne, amúgy. Akkor most nem vettem ki. A damage aura, amit a shopba megveszek, az nem egy ilyen fix dolog, hanem ilyen izé. Shop, tehát hogy ez egy olyan dolog, amit így majd később. Ugye, tehát hogy így upgrade-ekből választhatom ki. Tehát hogy ez... Nem passzív, sajnos nem passzív. Király lenne, ha passzív lenne. Ezek a patkányok olyanok, mint a szentelt víz. Úgyhogy ezt el kell hozzuk. Mint a szentelt víz a Vampire Survivors-ba. Na! Ugye most jött az opció, tehát a fő fegyverünket fejleszthetjük. Hát így mennyivel könnyebb a játék, ezt a kőfegyveremet. Csak akkor nem értem, mi értem, a többinek értem. Tehát, hogy miért vegyek ki egy ilyen, izé, dark aurát.
A balanszokat nem látom még amúgy, hogy így az itemek nagyon balanszolva lennének. Tovább marad a patkány. Go, go, go! Gyere te! Derült a kis kukacok, mire jön? Milyen kis kukacok? A kék kis bogarak azok XP-t adnak. Bár ez igazából... nekem annyira nem volt kérdés, mert hogy ez így... így rásétálok és így kiröjt plusz XP. Bár attól függ, hogy mire gondolsz. Egyébként. A kék kukacokra gondolsz? Ja, azok XP-sek. Ott van fönt az XP-csík. Na, mindjárt robbantatunk egyet. Na jó, és akkor mehetünk még tovább. Heat timer. Jó, jelentnek ezek. Patkányok. Nagyon jó damage-elős pocsolyát raknak le a patkányok, úgyhogy azért is gondoltam, hogy ők hasznosak lesznek. Jó, még a hílt is sikerült elhozni. Ó, azokat szépen belementek srácok a pocsolyába. Na jó, ezt gyorsan, gyorsan clear-áltuk. Szerintem menjünk most a megmentésre. És akkor így indul a 3 perc. Ja, és akkor így van. Még egy bűntikör, ahogy mondtátok. Jók leszünk, srácok. Jó, legyen a fork. Hát ugye mást így most így nem látok. Beszoroltam sajnos. A patkányok jöhetnének gyorsabban. Nagyon, nagyon jó a clearünk, srácok. Leszaladtam, hogy felvegyem a hírt, elnyomtam a képességet, azt még többet sebződtem. Jóló, jóló, oké, felvettük a heal-t. Ott van még egy heal. Már arra már nem volt szükségünk. Jó, itt bele kell kájtolni az enemit a patkányba. Még úgy is sebződik, hogy már nem is volt ott a patkány. Na, egy percünk maradt. Patkány... aha, fork. Patkány, maradjon tovább a patkány. Apa Joe.
igazából felfarmoljuk magunkat XP-vel. Simán megtehetjük. De most már azért el kéne kezdenünk ölni a pazsót. Ó, az nagyon jó. Benáll a pocsolyába. Most van szívás amúgy így, hogy nincs HP poti. Az RNG-z az nincs velünk. Na szevasz apasz Joe. Most hogy lettem full HP-n? Amikor nyög, akkor sebződök, ugye, mert lejárt a timer. Rebecca Quincy. Armchaku French Quarter. Na, 10 perc, sikerült. Itt végtelen enemy jön a boss mellett, aha. Na végre, el se hiszem, srácok. Tudok nektek újat mutatni. Új pálya. Zöld izé. Rebecca Quincy. Coffint is veszünk. Többet is lehet, hogy ja nem, csak egyet lehet venni. És akkor most már... Most már igazából a max HP-n kívül... Megvan minden. Na és itt van Rebecca Quincy. A range nő Rebecca Quincy-nek. És egyel több a HP-ja. Értem. Hát srácok. Ez a rendőr. Ez nagyon béna. Legalábbis így még kis szinten. Ja, tudunk fölfele is lőni, jól van. Hát azért nem tudom, srácok. A vámpír azért erősebb. Lehet, hogy ez... Tehát míg ott egy adott területre sebzünk, itt el tudjuk lőni a... előttünk levő enemitből kettőt vagy hármat. Jaj.
Hát de legalább ranged amúgy, tehát. De legalább ranged. Plusz egy projectile, na. És akkor megyünk jobbra. Na hát ez így már jobbnak tűnik. Csak ugye ez is RNG kell, hogy ugye, hogy ezt a upgrade-et kapjuk. Fura, hogy vele is vámpír képességeket kapunk? Nem vágom amúgy, hogy ő kicsoda, micsoda. Azon egy mázink, hogy még nem lőnek. Milyen hangja volt? Gyere, pici bogár. Nem látom a sebzés növelést a zöld bogára. Hát akkor legyen. Parancsolsz? Mi a fene? Mi történt? Elnyomta a képességemet? Ez lenne, lehet, hogy ez a képessége amúgy. Sőt, biztos. Jaj, az volt az ultink. Nem lenne ez a képesség. Halott lennék. Nagyon broken amúgy ez a képesség. Hát ez az ult is olyan jó, mint Renfieldnél. Na, plusz egy projectile. Na, megyünk jobbra. Fura egyébként, hogy még mindig bírjuk. Tehát ez az fura. Itt vannak a patkányok. De miért? Tehát, hogy így kiválasztom a képességet és így valószínűleg, hogy én vagyok béna a kontrollerrel, de hogy így elnyomta az ultimat már megint. Nagyon kell ez a Dark Aura. Ez életmentő ennél a karakternél. Vicces, hogy rombolódik a környezet.
Gagyi ez az ulti, srácok. Gagyi. Na gyere! Hát... menjünk fölfele. Csak keményen. Igaz? Mondjuk így lehet nem is fogjuk látni a bosst, igaz? Na, így lehet nem lesz. Be, így lehet nem nézzük meg a bosst. Hűha! Hello! Hello fiúk, hello! Projectile speed. Megint elnyomta az ultimat. És akkor megyünk jobbra. Ez az utolsó előtti pálya. Jézusom. Azt a rohadt! Nem tudom, hogy ebbe hogy nem haltunk bele, de... királyság. Streamer lag bekapcsolt. Na mert? Van valami... kura bogár. Unique Power Single Run, 6 Unique Power, aha, tehát ezeket a bogaraknak Powernek hívják. Jó. Plusz egy projectile. Teddy Lobo. Gyere, arra lő. Vicceljünk már, hogy ezzel a gagyiránnal meg lesz. Pedig nagyon úgy néz ki. Hát face tankolom akkor a lövéseit.
Mitől hílelődünk amúgy? Olyan, mint hogyha HP rege nem lenne, de mitől? Wolf, Bite és Marble Cat Statue. Na, tehát van olyan feladat, hogy 4 fegyvert felhúzni max szintre. Igen, 7 fegyvert felhúzni max szintre egy rán alatt, 10 fegyvert felhúzni max szintre. 4 talent egy rán alatt. 50 pénzes zsák egy rán alatt, 100 pénzes zsák, 200 pénzes zsák. Ja, boss kill. Aha. Másfél perc alatt végezni egy bosszal. Fél perc alatt végezni egy bosszal. Elvileg nem öltem bosszt másfél perc alatt. Refactory table. Pisztoly. Tudunk venni egy ilyet. A Wolf Claw-t is meg tudjuk venni. Na jól van, srácok. Hát látjátok, hogy még lenne mit csinálni a gameben. Sajnálom, hogy nincsenek Steam achievementek. Meg úgy nagyon gyengék a bossok. Meg hogy csak 2 karakter van. Tehát 5 euró a game jelenleg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak-e még ehhez hozzányúlni. Hogyha hozzányúlnak, akkor szerintem egy jó befektetés ez a game. Hogyha pedig ebben az állapotban hagyják, akkor 5 euróért jobb játékokat is tudtak találni. Minden esetre nekem engem magával varázsoltam úgy a játék artstyle-ja, az effektek, ahogy kinéz, a zene. Én mind megtaláltam ebben a játékban és ebben a gameben is azt a pluszt, amivel eltér a többitől. A hangulata adta ennek a Renfieldnek, és nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen lesz majd a film, én még nem láttam. Arra is kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki a film alapján erre a game-re rátalál, vagy esetleg fordítva. Ennek jó volt belelesni. Remélem, hogy nektek is tetszett, srácok.